Bizonyára mindenki hallotta a hírekben, hogy Franciaországban hatalmas tüntetések robbantak ki, amelyeket döntően az ottani szakszervezetek szerveznek, mégpedig azért, mert Macron elnök önkényesen szeretné megemelni a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre. Itt azért óhatatlanul közbe kell szúrni, hogy ez a megemelt nyugdíjkorhatár, ez még mindig alatta van a jelenlegi magyar nyugdíjkorhatárnak, és itt már át is megyünk a magyarországi helyzet elemzésére, mert valamiképpen mégiscsak felmerül a kérdés, hogyha látjuk, hogy Franciaországban ilyen tüntetések vannak a nyugdíjkorhatár megemelése mellett, és a szakszervezeteknek ilyen szervező ereje van, akkor Magyarországon miért nem látjuk ennek gyakorlatilag a töredékét sem? Emlékeztetnék arra, hogy tavaly decemberben a munkatörvénykönyvét úgy módosították, hogy az több ponton káros volt a magyar dolgozókra nézve. Többek között olyan módosítást hajtottak végre, hogy adott szituációban, adott esetben akár egyetlen szabad napjáról sem rendelkezhetne egy magyar munkavállaló. Vagy ott van egy másik rendkívül elfogadhatatlan módosítás, hogy a megváltozott munkaképességűeket gyakorlatilag ki lehet rúgni végkielégítés nélkül. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy fizetetlen szabadságra mennek, és gyakorlatilag így belehajszolják őket a felmondásba, akkor is, hogyha egyébként azért változott meg az egészségügyi állapotuk, mert olyan körülmények között dolgoztak egy gyárban akár, amely ezt eredményezte. Mégis, hogyha szétnézünk Magyarországon, azt látjuk, hogy a magyar munkavállalók részéről nincsen túlságosan nagy érdeklődés a szakszervezetek irányába. A magyar munkavállalók néhány százaléka tagja valamely szakszervezetnek, úgyhogy ebben rejlik a válasz, hogy Magyarországon miért nem tudnak a szakszervezetek nagy tömegeket akár egy tüntetésre megmozgatni. A Mi Hazánk mozgalom korábban is követelte, és most is követeljük, hogy teljesen új alapokra kell helyezni a szakszervezetek működését, mert emberi természetet ismerve nem elvárható, hogy kőkeményen a dolgozók érdekeiért álljanak ki az olyan szakszervezeti vezetők, akik közvetlenül anyagilag függnek a munkáltatótól, ezért szerintünk egy államilag megalkotott anyagi és jogi alapra lenne szükség, hogy létrejöhessen egy független szakszervezetiség Magyarországon, mert így azért már joggal lenne elvárható, persze elvárható most is lenne, és vannak pozitív kivételek, vannak olyan szakszervezeti vezetők, akik így is megpróbálnak tenni a dolgozókért, csak őket a többiek nyomják el, de visszatérve az alapgondolatra, így azért már nagyobb tere lehetne az erőteljesebb szakszervezetiségnek, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom szerint ez az első lépés, amit meg kellene tenni ennek érdekében, és erre mindenképpen fel kellett hívni a figyelmet a mostani franciaországi események tükrében.